A férfi influencerek nagyon ügyesek, jól tudják magukat euh, borotválni például. A következő reklámokban is nagyon ügyesek lesznek, ahogy majd borotválják magukat, és elmondják, hogy a Brown-nak az új S9 Pro Plus készüléke hogyan távolítja el az arcukról a maszkulintást. Nézzük meg! Bár te súlytalan fasz vagy! Pontú Már 20 éve veletek! Oké, okay, első versenyzőnk Benedek nagy, én neki nem láttam még ezt a, ezt a témáját, de hogy látom, a, az emberek nem annyira kedvelik. Nem tudom, hogy, hogy például itt lesz Erbence is, meg Dezsőbence, hogy, hogy amikor ebbe az irányba megy el egy brand, hogy ezekkel az arcokkal dolgozzon, akkor akkor mire számít? Nyilván Insta, tehát itt ezek az emberek nagy számokat hoznak, még talán Dezsőbence is, de amikor meglátod azt, hogy annyian se kedvelték ezt a megjelenést, mint kb. bármi mást, amit Benitol, azt szerintem minimum okot ad arra, hogy elgondolkozzunk ennek a létjogosultságán. Ahogy látom, itt nincsen ö, nincsen promókód, semmi kupon, csak szimplán a a márkának egy termékét promózza benni, hát nézzük meg, hogy hogy sikerült. A nyári pörgésnek köszönhetően rengeteg minden fut, ezek nem csak fejben, de külsőben is a maxot kell nyújtani. Szerencsére megérkezett a Brown S9 Pro Plus elektromos borotvám, aminek az 5 Pro Shape elem és a beépített Pro Trimmer segítségével elég hamar végez az ember. Nekem különös. De Beninek, ja, hát oké, okay, van boros. érzékeny az arcbőröm, de hatékonyan és kiméletesen dolgoznak az összehangolt pengék, teljes mértékben vették az akadályt. Szerintem tökéletes munkát végeztek, te kipróbálnád? Money job. Erről az jut eszébe szerintem mindenkinek, nem? Ez a Benedek nagy Insta követői számára nyilván nem egy nagy dobás, nem egy, nem egy vicces, humoros, sportos videó, hanem csak egy money job. Itt van a vorotva, tök jó, nem tudtam meg róla sokat, csak az, hogy Beninek tetszik, és ennyi, ennyi elég is. Ő kipróbálná, neki meg jó munkát kíván Ö, Petra. Hát ez szupi. Szipi szuper. Oké, okay. uh, nem nagyon láttam én még Brown kampányt, sőt Magyarországon ilyen borotvásat sem. Összetés szóval én azt gondolom, amikor valaki erre rákeres, most én rákeresek, hogy ez mondjuk milyen áron fut az S9 Pro Plus, hogy nagyjából mennyire vesztegetnek egy ilyen készüléket. Oké, okay. tehát uh, a Pro Plus megtalálható az Alzán például 225 ezer forintért de ebben van valami valami dry, wet ezüst verzió, aztán a sima az 155 ezer forint. Én, én ezt látom itt a Google-ben a találatok között, de ha az árukeresőre rámegyünk, akkor itt meg tudom mutatni, hogy a Media Mart ban 220 ezer, Best márton 21, és az Alzán 25, nem tudom, hogy pontosan ezt a szettet árulják-e ők, vagy, vagy van ennél valami olcsóbb, de ez azért minimum a nagyon prémium kategória. Tehát például az én borotvám szerintem valamikor szűnapra vagy karácsonyra kaptam, nagyjából ilyen 30 ezer forint, nekem megfelel. Nem tudom, hogy ki az, aki ennyit kiadhat, vagy megengedhet egy, egy elektromos borotváért. Nem feltételezem, hogy a Dezső bence Bence Benipova nézői vagy követői, de hát soha nem lehet tudni. Hogy a márka miért találja ezt ki, mm, valószínűleg azért, mert ez a húzó termékük, vagyis a flagship modell, ez a legerősebb, legtöbbre képes cuccuk, de ilyenkor a terméknek az innovációját kell kiemelni, illetve, hogyha mondjuk valakit átterelnek egy weboldalra, meg kell ott mutatni az alsóbb kategóriást is például, amikor mondjuk Samsung, vagy, vagy Huawei, vagy nem is tudom, Honor, meg ilyen telefonokat látok, ott, ott általában ott is a flagship működik legjobban, a kommunikáció az a legdrágább készülék, de amikor az ember elmegy a Telekomba vagy a Vodafonehoz, akkor ott azért választhat az olcsóbbak között is. Hát itt nem tudom, hogy a kommunikáció a többieknél hova fog kifutni, de érdekes lehet, hogy egy negyedmilliós borotvát próbálnak meg népszerűsíteni. Elvileg ez egy Emag X Brown szponzoráció, szóval érdemes ott nézni. Nézem, Emag. Most itt átmentem, itt van az oldalon, az Emagnak az oldalán egy 150 ezer forintos verzió, szerintem ez lesz az. Ez nem jár annyi, ez nem egy akkora set, mint amit a többiek, vagy szerintem, amit a kaptak. De igen, ez, ez akkor is nagyon drága, szerintem. Apró pénz, igen, 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 szerintem. Egyébként, hogyha Hajdu Péter meg uh, Curtis promozná, azon nem lepődnénk meg, de, de kisebb volumenű arcok, például Tihanyi Péter, ez már talán kicsit meglepő, hogy neki például ez, ez, ez uh, hogy, hogy, rám miért gondoltak, de ő azért nézd meg, mennyi funkciót leír. Minden fajta dolgot megmutat. Miért hív mindenki kurvának? Azért, mert megnézték a videóimat. Oké, okay. ezt legutóbb egyébként az Instagram Fredzen osztottam meg. A Miskovics Mosomedve Marcinak láttam az egyik Insta posztjában, ahol azt hiszem valami alkoholt reklámozott, hogy egyetlen egy komment volt, és az is egy ilyen, hát igazából masturbációs videókat áruló hölgynek a profilja, hát nem hiszem, hogy ő a hölgy, de valaki, aki itt ezzel próbálkozik, és ott is egy márka promo alatt volt egyébként behelyezve az egyetlen komment, É, furcsa volt, rámentem, és két kattintásra meg lehet venni a, a turbálós videókat tőle, vagy tőlük. Na Nézzük a videót! Elég viáros, nem? Ez nagyon viáros. Brown Seria 9 Pro Plus tesztelve, és mondhatom, hogy ez bizony tökéletes a mindennapos borotválkozásra. Irány az Emag, be te is. Nagyon ki van ezt a láva. Olyan volt, mint egy cooking videó, csak egy borotvával. Hát nem tudom. A, nyilván az ár mellett nem tudnak az emberek elmenni, de szerintem sok ember nem látta ezt a videót. Oké, okay, az Emag és a, és a brown közös projektje. Szocial médiásoknak üzenem, hogy ezt nem így, ezt, ezt nem tudom, hogy miért így. Tehát erre nem fognak felfigyelni az emberek, itt valami tényleg ilyen aszpartámos dolgot kellett van kitalálni, egy központi vonalvezetést, ami annyira extra ebben a cuccban, hogy az emberek elkezdik megosztani, beszélni róla, stb. Ez így önmagában szerintem csak egy ilyen nagyon-nagyon kezdetleges, egyszerű kis ilyen, oké, itt van egy borotva, levágja a szakállad, bim bum, bam, és kész vagyunk. Szerintem, én nem tudom, tehát, hogy emberek, tehát sok ember dolgozott azon, hogy ezek létrejönnek, ezek a, ezek a videók, meg megtörténjen ez az egész. És nekem fura, hogy így ennyibe van. Ennyibe van hagyva. Következő, Eszter Patrik. Let's go! Ellenállhatatlan élmény, amikor a Braun S9 Pro Plus 9565cc-t használom. 156 kedvelés, tesák. 156! Nem tudom ki ez a szereplő, mert hát nyilván én sem vágok mindenkit, hogy ő sportoló, focista, vagy színész, vagy tudja is a fene, de hát oké, okay. hát ő is, is nyom egy ilyen. És ilyet. az eredmény is magáért beszél. Hatékony és kíméletes minden mozdulatnál, nem mellesleg a smart tisztítja, szárítja. Ó az a pedó bajusz. Tölti a borotvát. Az átalakulás igazán látványos. Én azért nem hagynám így. Azért az ott, az ott elég sokáig, az ott nem baba arc, meg ez a nagy bajusz, ez, ez, ez vird. Ez ilyen 50 év fölött talán, talán, talán belefér. Oké, okay. Smize divat, vagy smiz divat. Ő szóval kedvenc kiegészítője a német minőségű Brown S9 Pro Plus borotva. Nem számít, hogy egy, három vagy hét napos a szaká. Az ötelemből álló pengerendszer tökéletes simaságot eredményez, és közben gyengét a bőrömhöz. Szárazon és borotva is tudom használni. Fürdőszobám. Oké, okay. nice van. 67 ezer követő. Jó, szerintem ő valami... Tehát most meg tudjuk nézni, várjál hogy ő mivel foglalkozik, men fashion lifestyle. Tehát ebbe abszolút beleilleszkedik, nagyon szép figye van, vissza az italt, mindenfajta ilyen bőrápolási terméket nyom, stílusban nagyon beleilleszkedik, szerintem tökéletes választás a kampányhoz, viszont sokkal többet kellett volna, valami, valami call to action kellett volna ott hagyni. Az azt jelenti, hogy a néző, miután látta ezt a spotot, utána valamit akarjon csinálni vele. Például az ema.hu oldalán most akciós, vagy nem tudom, használd a kuponkódomat, vagy nézd meg a sztorimban a nem tudom mit. Nos, nézzük, hogy Erbence hogyan boldogult ezzel a kampányjal. Vajon meg tudta magát borot válni? Többször szakállal vagy borostával szoktatok látni, ma viszont kipróbálunk valami újat a Brown S9 Pro Plus segítségével. Legyen szó egynapos vagy egyhetes borostáról, az öt összehangolt penge és a Pro kialakítás is azt a célt szolgálja, hogy a borotválkozás minden alkalommal hatékony és kíméletes legyen. Miközben a tükörölt állt, áltam eszembe jutottak a vendéglátós minden reggel borotválkozó napjaim, amikor egy ilyen borotva hatalmas segítség lett volna. Legtöbb... Hú, nagyon kevés. Én még mindig annak érzem. Mi, mit, mit lehet erről mondani? Semmit. Nem tudom. Nem tudom, Ő, őt se értem, nincs ebbe igazából semmi plusz. Ez, ez kicsit olyan, mint amikor a streames kampányt néztük, hogy fognak egy streamet, csinálnak vele egy vizet, és megisszák. És így, oké, okay, bemutatod, hogy működik a termék, de nem tetted attraktívvá, nem tetted kelendőbbé, nem próbáltál meg meggyőzni arról, hogy én valamit csináljak. Oké, okay, eddig is tudtam, hogy vannak villanyborotvák, vagy elektromos borotvák, így mondják igazából. De ha épp, éppen nekem nincsen ilyen, akkor nem tudom, miért választom a Brown márket, vagy ez mitől jobb. Tehát az edukatív vonalát én nem teljesen látom. Mennyit fizetett ezért a cég? Hát teljes áru, teljes áruanyag. Tehát ami az számít egy TikTok vagy, vagy Reel videónak. Én nem akarom megbecsülni, mert nyilván, hogyha mondjuk ez oda jut hozzájuk, hogy a bálna ezt mondta, nem fog valószínűleg, hogy ez mondjuk 600 ezer forintba került, lehet kirögnek, pfff hülye gyerek, azt se tudja, hogy izé. kétszer annyiért dolgozom, nem tudom. Nem is ez a lényeg, hogy ők mennyit kapnak, hanem hogy a márka mit tud ebből kivenni. Mert az jó, hogy támogatnak tartalomgyártókat. Lehet, hogy egy barter, az is lehet, hogy csak kaptak egy ilyet egy videóért, mert ez egy tök jó borotva, és meg lehet, nem tudom, 8-10 évig, és, és, addig, addig használja. Szóval, I don't know. Ezt tényleg nem tudhatjuk ennyiből. Nézzük Dezső Bencét. Én ezt a videót láttam, mert ez valahogy feljött a feedemben, biztos követem Bencét, még nincs hozzászólás. Tehát ez is nagyon... Uh... Ez is egy olyan videó. Most érkeztünk haza a tengerről, megjött a brown csomagom, megnőtt a szakám, úgyhogy bontsuk ki. A mid? Az új brown S9 ez itt, ez a szakáll? Pro Plus elektronos borotva hatékony és kíméletes minden mozdulatnál. Nem számít, hogy egy, három vagy hét napos a szakálla. fején öt tökéletesen összehangos pengerencszer található, ennek is köszönhető a kivételesen könnyű, hatékony és precíz De mit borotvál? Körbe borotválja a szakállát. Még a legerősebb arcszerzet esetén. Na, na, ott az egy kicsit megkapta. Most érkeztünk a... Ennyi. Ennyi. Ennyi, kész. Dandil. Szerintem a termék biztos nagyon szuper, a kampány elkövetése viszont szerintem nem volt szuper. Ahogy elmondtam, én nagyon kíváncsi lennék, hogy ez me me megnövelte az eladásokat. Az biztos, hogy ez pénzbe került, vagy legalábbis a terméket oda kellett érte adni. Ezt lehet, hogy csak erre vállalkoztak, hogy, hogy Barter. Ezt nem tudhatjuk meg, esetleg, hogy egy podcastot csinálunk majd Erbencével. Uh, izé, vagy Benedek nagyjal, akkor meg lehet, meg tudom kérdezni, hogy ma vajon ez, ez, ez miben volt. Nem, 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 értem teljesen, hogy, hogy mire ment kell játék, mert én egyik oldalon látok győzteseket, a, a Márk oldaláról viszont nem, nem, teljesen tudom megérteni. Amit én tudnék javasolni hasonló esetben, az amiket mondtam, hogy valami olyan akcióra készítő dolgot beletenni, hogy egyébként most 10%-kal olcsóban megvehetsz, ha a Dezső Bence kódot használod, mert akkor már van értelme, vagy engem segítesz azzal, hogyha az emaktól veszed meg, meg kapok érte valamit, hogyha használod a kódomat, vagy egy harmadik út, egy olyan vicces, virális kampány, ami egy dologra van felépítve, egyetlen egy ö, funkciójára, vagy részére ennek a borotvának, vagy valamilyen üzenetre, ami a, a, azt, azt, azt a fontosságát, a bőrápolásnak, meg a, a személyes higiéniának mutatja, amiről esetleg egyébként egy podcastot lehet csinálni, vagy más egyéb olyan formátumot, ami nem egy, 20 másodperces Insta videó, hogy valaki használ egy készüléket, mert uh, kötve hiszem, hogy ez, ez nagyot ment a márka oldalon.